beruházás az Electroluxban, a nyíregyházi gyár teljes gépparkja megújul, az energiahatékonyság kerül előtérbe. Jól működik a jégkármérséklőrendszer, egyharmadára csökkent a jégkárok aránya a korábbi évek számaihoz képest. Mézes reggeli. A megyében több mint 70 oktatási intézményben népszerűsíti a mézfogyasztást a Nyíregyházi Méhészek Egyesülete. Százmillió eurós fejlesztés kezdődik 2020-tól az Electrolux nyíregyházi gyárában. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Ez a cég magyarországi történetének legnagyobb beruházása. A fejlesztés 2020-ban kezdődik, és 2023-ig tart. Ez idő alatt lecserélik a teljes gépparkot, és a gyártási technológia is megújul. A hűtőgépek készítésénél ezentúl az energiahatékonyság lesz a fő szempont. Olyan hatékony és stabil gyárat épített fel az Electrolux 14 év alatt Nyíregyházán, amelynek európai szinten is jó híre van, közölte a cég helyi igazgatója. A vállalat magyarországi történetének legnagyobb beruházása előtt áll. Szeptember közepén jelentették be, hogy 100 millió eurós fejlesztés indul a Szabolcsi megyeszékhelyen. A munka előkészítése a napokban kezdődik. A gyártásunk, a termék minősége fejlődik és nagyon stabil. Ezek a piaci visszajelzések is, köszönhetőleg a kollégának, a itt dolgozó, itt lakó embereknek. És amint látjuk, a gyár egyre hatékonyabban tud dolgozni, és ennek eredménye talán az, hogy itt a jövőnkkel kapcsolatban is tényleg ilyen döntések születtek, hogy a termékrendszert fejlesztenünk el a következő években, és hozzákapcsolva a technológiát is fejlesszük a legkorszerűbb technológiára a következő 3-4 évben. A korszerűsítés nem munkahelyteremtő beruházás, de a dolgozók képzettségi szintje növekedni fog. A beruházásnak köszönhetően a teljes termékskálát és a gyártó berendezéseket is lecserélik a helyi üzemben. Az egész géppark megújul, elsősorban a felső kategóriás, energiahatékony termékek előállítása kerül majd a középpontba. A fejlesztést az ipar 4.0 irányelvei szerint hajtják végre 2020 és 2023 között Nyíregyházán. Az ipar 4.0 alatt nagyon sokan azt értik, hogy gyakorlatilag robotokkal lecseréljük az embereket, holott nem erről van szó. Maga az ipar 4.0 az egy teljes új gyártási koncepció. Itt néhány példát említenénk, hogy igazából például miket kell ebbe érteni. Tehát már a technika ott tart, hogy jelenleg három dimenzióban föl tudunk építeni egy új gyárat, gyakorlatilag három dimenzióban a berendezéseket bele tudjuk rakni, és teljes egészében szimulálni tudjuk a gyártás folyamatát. Tehát már így a tervezés során ki tudjuk szűrni azokat a hibákat, amiket korábban csak a gyártás elindítása után lehetett megtenni. De ezen kívül például ilyenekre is gondolhatunk, hogy a gyártóberendezéseken szenzorok vannak, amelyek előrejelzik azt, hogy mikor kell a karbantartást elvégezni, tehát a meghibásodásoknak a valószínűsége az drasztikusan lecsökken. A nyíregyházi gyár a város életében is fontos szerepet tölt be. Az önkormányzat és a cég között évek óta kölcsönös a partnerség, közölte a polgármester. Ennek a nagy beruházásnak is volt egy előzmény, amikor 3 évvel ezelőtt az Electrolux Svédországban felszámolta a ütőgépgyártást, és idehozta azt a sort. Na most ehelyett lesz egy teljesen modern high-tech színvonal. Én a társadalmi felelősségvállalásra, azokra a felajánlásokra is gondolok, amit az Electrolux tett. Ugye most a 10 milliómodik hűtőgép legyártását 10 hűtőt felajánlottak az egészségügyi intézményeiknek, és hogy igazgató elmondta, ezt a dolgozói kezdeményezés volt, és szavazás arról, hogy hova. A nyíregyházi Electrolux a nyitott gyárak éjszakájához is csatlakozott, így pénteken bárki megtekinthette az üzemben zajló munkát, aki előzetesen regisztrált az eseményre. Jelentősen csökkent a jégkár aránya az összes mezőgazdasági káreseményen belül, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által üzemeltetett jégkármérséklőrendszernek köszönhetően. A kárenyhítő alaphoz benyújtott kárigények szerint egyharmadára csökkent a jégkár aránya a korábbi évek számaihoz képest. Európában és a világon is egyedülálló, a Magyarországon kiépült országos lefedettségű jégkármérséklőrendszer.
Az Agrárkamara beszámolója szerint a talajgenerátoroknak köszönhetően idén a korábbi 30-ról 13%-ra csökkent a viharkárok mértéke, még annak ellenére is, hogy a viharos napok száma nőtt az elmúlt években. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által üzemeltetett jégkármérséklő rendszernek köszönhetően idén mindössze 37.000 hektárra jelentettek be jégkárt a gazdák. Úgy gondoljuk, hogy sikeres a jégkármérséklő rendszer üzemelése, mivel hogy az elmúlt két évben a jégkár mértéke nagy mértékben lecsökkent az összes kárnemen belül. A kárenyhítő alaphoz benyújtott kárigények hektár aránya az eddigi 20-30%-ról 13% alá csökkent. A zivatarkárokon belül az eddig 70-80%-os jégkár arány lecsökkent 50% alá, ami annyit jelent, hogy a viharkárok, ami a szél okoz, illetve a felhőszakadás károk jóval nagyobb mértékben szerepelnek a károk között már, mint eddig. A rendszer fenntartása közel 1,5 milliárd forintba kerül évente, melyből 986 talajgenerátort üzemeltet az Agrárkamara. A megyében található 70 generátorból 15 automata, 55 beindításához pedig kezelő szükséges. Számukra írt ki versenyt az Agrárgazdasági Kamara, melynek eredményhirdetésére a pénteki sajtótájékoztatón került sor. Van egy erre rendszeresített telefon minden kezelőnél, és akkor naponta háromszor kapunk rá egy jelzést, amit nekünk visszanozni kell, tehát vissza kell jelezni, hogy igenis aktívak vagyunk, és ezen kívül, amikor a meteorológiai szolgálat ad kijelzést, akkor nekünk ez a telefon jelzi, hogy be kell kapcsolni a készüléket. A mezőgazdasági káreseményeket a kárt követő 15 napon belül be kell jelenteni, és a gazdáknak szeptember 15-ig be kellett fizetni a kötelező biztosításokat is ahhoz, hogy elszámolhassák a kárukat. A megállapított kár megtérítése várhatóan jövő év elején történik meg. Több mint 70 óvodában és általános iskolában népszerűsíti a méhészetet és a rendszeres mézfogyasztás a Nyíregyházi Méhészek Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A tapasztalatok alapján egyre több gyerek fogyaszt mézet, viszont a napi rendszeresség továbbra sem jellemző. Pénteken a Móricz Zsigmond általános iskolában és tagintézményeiben tettek látogatást a Nyíregyházi Méhészek Egyesületének dolgozói az országos mézes reggeli részeként, ahol játékos formában ismertették meg a gyerekekkel a méhek és a méhészek tevékenységeit. Maga a mézes reggeli program végül Szerbiából indult 2012-ben, 6 éve csatlakozott Magyarország ehhez a rendezvényhez, egész Európába, végül is minél több méhész most már megpróbálja az iskolákat keresni. Eddig mindig november 3. péntekére tehetődött ez az időpont, viszont három az iskoláknak iskolák segítségének most már azért egy hétre, vagy akár másfél-két hétre is eltolódnak ezek a rendezvények, ahol megkeressük az iskolákat. Itt 2-3 kisfilm levetítésével korosztályoknak megfelelően végül is megpróbáljuk a méhek életét bemutatni, és mézkóstolóval vagy eszközök bemutatásával felhívni a figyelmet végül is a megporzó rovarok fontosságára, a méz tudatos fogyasztására, a méz jótékony hatására. A méz gyakorlatilag természetes antibiotikumnak tekinthető. Rendszeres fogyasztása kitűnő baktériumölő, de kimutatták már a bőrre gyakorolt jótékony hatását is. Borzasztóan egészséges, immunerősítő. Ha folyamatosan van fogyasztva, akkor elkerülhetők a betegségek, és persze torokfájás, bármilyen betegség esetén tökéletes. Teákba, magába, süteményekbe, bármiben fogyaszthatjuk. Annyi, hogy vigyázni kell, hogy a teákba, ugye forró teába nem teszünk mézet, 40 foknál alacsonyabb hőmérsékletű teába teszünk. A program célja, hogy a gyerekek birtokában legyenek ezeknek az információknak, ezáltal a cukros ételek helyett a mézet részesítsék előnyben. A méhészek tapasztalatai arról árulkodnak, javulás következett be az emberek mézfogyasztási szokásait illetően. Az első 2-3 évben, amikor megkérdeztük itt az elején, hogy hány gyerek, aki ismeri a mézet, vagy fogyaszt mézet, sajnos az volt tapasztalható, hogy 1-2-3 gyerek jelentkezett. Azért itt, ahogy az előbb végignéztünk az osztályon, vagy a csoportokon, már az látszott, hogy azért egyre több ember nyújtja fel a kezét. Végül is az, hogy egyre több méhész, vagy szülő vesz a gyermekének mézet, de a napminnapos mézfogyasztás az az, ami még hiányzik az ember életében. November első heteiben a Nyíregyházi Méhészek Egyesületének dolgozói,
mintegy 70 óvodát és általános iskolát látogatnak meg a megyében. Tavaly országos viszonylatban több mint 1000 intézményben jártak a méztermesztők. A diákok a látogatás során meg is kóstolhatják a megye legjellemzőbb mészfajtáit. Így kiválaszthatják, hogy a repce, az akác, a vegyes virág vagy a napraforgó méz a leginkább kedvükre való. A legújabb egészségügyi és társadalomtudományi kutatások eredményeiről tartottak nemzetközi interdisziplináris konferenciát a Megyeházán. Olyan kutatásokról szóltak az előadások, amelyek a helyi szervezetek munkáját segítik, és a döntéshozók hasznosítani tudják az egészségfejlesztési stratégia kialakításánál. A Debreceni Egyetem egészségügyi kara idén először a Szabolcs-Szentmihályi-Bereg megyei önkormányzattal közösen szervezte meg a tudomány ünnepe alkalmából az Értékteremtő Tudomány című nemzetközi interdisziplináris konferenciát. Fontosnak tartjuk azt, hogy alkalomról alkalomra megmutassák a kollégák egymásnak a tudományos eredményeiket, beszélgessünk egy picit egymással, és kialakuljanak újabb kutatási lehetőségek, újabb kutatási konzorciumok. A hazai egyetemek és kutatók mellett határon túli intézmények is képviseltették magukat a konferencián. A Párciumi Keresztény Egyetem, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a II. Rákóczi Ferenc Kárpát-aljai Magyar Főiskola kutatói is tartottak előadást, amelyekkel bebizonyították, hogy a tudomány határtalan. Igyekeztünk minél tágabb körben meríteni az előadók tekintetében is, ilyen módon az egész régióra, ha lehet ezt mondani, szervezni a rendezvényt, és az értékteremtő tudomány köré szervezve az előadókat, olyan embereket, olyan tudományos téren elkötelezett embereket sikerült megnyerni, akik tudják népszerűsíteni a tudományt a szélesebb nagy közönség előtt, illetve ennek a napnak a jelentőségét tudják hangsúlyozni. A tudomány szervezés és a hálózatok működtetésének jó gyakorlata mellett tapasztalatot is cserélhettek a résztvevők, valamint a közös kutatások alapjait is letehették, például a gyermekegészség műveltség témakörében, amelyhez egy németországi vizsgálatot vesznek alapul. Azt tapasztalták, hogy nagyon jelentős a különbségek vannak, például a területenként a volt nyugat- és kelet-németországi területek között. Sajnos a hátránya, a kelet-német területek hátránya továbbra is megmaradt. A gyermekek itt kevesebbet tudnak az egészségi állapotukról, és egy kicsit gyengébb is az egészségük. Illetve jelentős hatása van, például ilyen korban még a nemnek is, a kislányok többet tudnak, jobban vélekednek ezekről a dolgokról, többet tesznek az egészség megőrzés érdekében, mint a kisfiúk. Jelentős hatás, ami van még a családnak. Ugye 11-12 éves gyermekekről beszélünk, itt ilyenkor még a kortársaknak a szerepe nem annyira meghatározó, mint később serdülőkorban. Az ezzel kapcsolatos határon átnyúló kutatások a tervek szerint jövő tavasszal kezdődhetnek el. 500 kötettel érkezett meg az első pocket zsebkönyvautomata Nyíregyházára a Városi Könyvtár bejáratához. A mobiltelefon méretű könyvekben elérhetők kortárs és klasszikus, hazai és külföldi, ismert és kevésbé ismert szerzők írásai, amelyeket egységes áron vásárolhatnak meg az olvasók. 2018 áprilisában, költészet napjára indították útjára a zsebkönyvet, azzal a céllal, hogy olvasás népszerűsítés céljával, illetve hogy a fiatalokat arra ösztönözze ez ebbe a digitális világba, hogy legyenek többször offline, és közösségi élményeket szerezzenek a zsebkönyv által, hogy el tudják mondani olvasmány élményeiket, és egy közösség részei lehetnek ezáltal. A nyírvidéki kisvasútra és a megyeszékhely villamos közlekedésére tekint vissza a Kállai gyűjtemény legújabb kiállítása. A Keskeny nyomtáv széles mosoly címet kapott időszaki tárlat a 10 éve megszűnt kisvasútnak és az 50 éve megszűnt villamosvonal hálózatnak állít emléket. A kiállításon az érdeklődők azt is kipróbálhatják, hogyan kellett vezetni egy villamost. Az MK48-as típusú mozdony 2016 áprilisa óta Felcsúton közlekedik. A jó öreg kisvasútból a nyíregyháziaknak csak ez a makett maradt. A Kállai gyűjteményben nyílt kiállítás erre, és a nyíregyházi villamos közlekedés múltjára tekint vissza.
Több generáció utazott azért a villamoson és a kisvasúton, úgyhogy mindenkire gondoltunk, de amellett, hogy kis vasútmodellel is kedveskedünk, szimulátor is rendelkezésre, ki lehet próbálni, hogy hogyan kellett vezetni egy villamos vagy egy kis mozdonyt. Ugyanakkor múzeumpedagógiát is tervezünk, tehát mindenféleképpen lesz kézműves foglalkozás a gyerekeknek, kis vasúti zászló készítés, színezés, kis vasúti csákónak az elkészítés, és mind haza is vihetik. Az emlékkiállítás a Keskeny nyomtáv Széles mosoly címet kapta, amelyhez két évforduló is kapcsolódik idén. 10 évvel ezelőtt szűnt meg a közlekedés a nyírvidéki kisvasúton, a másik évforduló pedig május végén volt, egészen pontosan május 31-én a nyíregyházi villamos vonala megszűnt a városban. És ennek apropóján döntöttünk úgy, hogy egy olyan időszaki kiállítást kívánunk megvalósítani, amellyel a különböző megmaradt relikviákkal, tárgyakkal, képi anyagokkal kicsit közelebb hozhatjuk a fiatalok és idősebbek számára is ezt a korszakot. A fiatalok számára a kiállítás már egy teljesen új élményt nyújthat, hiszen az akkor egyedülállónak számító vasúttechnika mára nagyon sokat változott. A vasútvonalakon a technika az muszáj lépést tartani. Sokkal korszerűbbek a vontató járművek, a kocsik, és ezt észre is lehet venni. Szebbek, kultúráltabbak és gyorsabbak. A nyírvidéki kisvasút és a nyíregyházi villamos emlékkiállítás 2020. március 31-ig látható a Nyírvíz palotában található Kállay gyűjteményben. Vasárnap ismét hazai környezetben játszik a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A tabela harmadik helyén álló kék cápák az NB1B piros csoportjának 8. fordulójában a 9. TF Budapest csapatát fogadják. A mérkőzés 16:30-kor kezdődik a Continental Arénában. A két szezonnyitó vereséget követően 5 bajnoki meccset nyert zsinórban a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, így a csapat felkapaszkodott a tabella harmadik helyére. A legutóbbi fordulóban az MTK Elite Basket ellen 11 pontos félidei hátrányból fordítva nyertek a kék cápák. A nyáron a TF Budapest csapatától érkező Szobi Dániel 6 ponttal vette ki részét a győzelemből. Az MTK elleni mérkőzés nagyjából szépen sumázta az eddigi szezonunkat, hiszen egy gyengébb kezdés után elkaptuk a fonalat, és úgymond magabiztosan nyertük a meccset is, mint ahogy a bajnokságban is egyre inkább magabiztosabban menetelünk. Úgy gondolom, hogy átalakult a csapat, és egy átalakuló csapatnak mindig idő kell. Ugye személyemben is új játékos, amerikai légiósunk, a Dancsics Andris fiatalként, azért mind a hárman markáns perceket kapunk, és kellett egy kis idő, hogy összeszokjunk. Vasárnap a TF Budapest csapatát fogadják a cápák. A fővárosiak eddig 3 győzelem mellett 3-szor szenvedtek vereséget. Esélyesként lépünk pályára. Úgy gondolom, hogy a TF most kicsit pozitív energiát merített abból, hogy legyőzte a Salgótarjánt, de idegenben még nyeretlenek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy küzdeni fognak, harcolni fognak, de hazai pályán mindenképpen mi vagyunk az esélyesek. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks TF Budapest mérkőzés vasárnap 16:30-kor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsey Televízió nézői pedig hétfőn 21 órától láthatják a találkozót. 7 fordulót követően a Máté Szalkai MTK vezeti a tabellát a női kézilabda NB2 északkeleti csoportjában. Falcsik Miklós együttese a legutóbbi fordulóban 27-27-es döntetlent játszott a második Hajdú Böszörménnyel. Az MMTK szombaton Hevesre látogat. A nyáron érkezett edző Falcsik Miklós irányításával jól kezdte a szezont az MMTK, az első 5 mérkőzést követően győztesen hagyták el a pályát a Máté Szalkai hölgyek. Az Alsó Zsolcát 41, a 60-t 14, a Kazincbalcikát 7, az Ózdot 9, a Salgótarján pedig 3 góllal verték Kis Brigittáig. Debrecenben szenvedte el első vereségét a Szalka, a legutóbbi fordulóban pedig hazai pályán a Hajdú Böszörménnyel 27-27-re végződő rangadót játszott Falcsik Miklós együttese. Ez a Böszörmény azért, hogyha így összeáll a 3 hajdunállási 2-ös igazolással, akik ráadásul felnőtt csapatban is játszanak, azért ez egy húzós csapat, és aki itt volt, látta ezt a mérkőzést, az egyértelműen bármennyire elfogult is a Máté Szalkai csapattal szemben. Azt kell mondani, hogy ez egy nagyon jó csapat volt. Mi nekünk az, hogy Dicső Kisürit hiányzott betegség miatt, illetve még a 10. perc környékén a beállósom is megsérült, ez nem jött igazán jól, és ehhez képest is én úgy gondolom, hogy nagyon jó helyt állt a csapat. 20.
22. perc környékén úgy gondoltam, amikor 3 góllal vezettünk, hogy talán meg lehet ez a mérkőzés. Akkor úgy éreztem valami olyan indítatást, hogy talán be tudjuk húzni. Aztán nagyon rövid idő alatt feljöttek 1 gólra, illetve kiegyenítettek, sőt a végén átvették a vezetést, és nekünk kellett pontot menteni. Az NB2 északkeleti csoportjának tabelláját a Máté Szalkai MTK vezeti 11 ponttal, megelőzve a szintén 11 pontos Hajdúböszörményt és a 10 pontos Dabast. Az MMTK-ra még 4 bajnoki meccs vár ebben az esztendőben. Most jön még igazából a úgynevezett fekete leves, tehát az előlévő csapatokkal még most fogunk játszani. Ugye itt hazai pályán beszélőnnyel x-eltünk, megyünk Hevesre. Most hétvégén jön a Vitka és a Dabas, illetve megyünk a Füzesabony a tavalyi bajnokhoz. Ez a hátralévő penzum, ezt kell valahogy megoldani. Én nagyon szeretném, hogyha a lányok minden mérkőzést megnyernének, ki nem szeretné edzőként. Aztán a realitás az lehet, hogy nem ez, de mindent elkövetünk azért, hogy ez megtörténjen. A Máté Szalka szombaton lép pályára Hevesen. A forduló további párosítása a következő: Debrecen U22 Szepakáese, Ózd Gazincbarcika, Vitkvese Dabas, Salgótarján 60 és Hajdúböszörmény Füzesabony. Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Az Electrolux történetének legnagyobb fejlesztése kezdődik 2020-ban Nyíregyházán. Egy 100 millió eurós beruházásnak köszönhetően kicserélik a teljes gépparkot, és a gyártási technológia is megújul. A hűtőgépek készítésénél ezen túl az energiahatékonyság lesz a fő szempont. Jelentősen csökkent a jégkár aránya az összes mezőgazdasági káreseményen belül a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által üzemeltetett jégkármérséklő rendszernek köszönhetően. A megyében található 70 generátorból 15 automata, 55-öt pedig kezelő üzemeltet. Közülük a legjobb generátor kezelőt pénteken jutalmazta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A mézfogyasztást népszerűsítve mézes reggeli heteket tartanak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, amely során több mint 70 óvodában és általános iskolában tesz látogatást a Nyíregyházi Méhészek Egyesülete. Hok József elnök ennek kapcsán elmondta, a programnak is köszönhető, hogy megnőtt a méz népszerűsége, ám a napi rendszerességű fogyasztás továbbra sem jellemző. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták november 15-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket, szombat este pedig heti hírösszefoglalónkkal, a Krónikával jelentkezünk. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, jó hétvégét, viszontlátásra! Pénteken délután erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd felszakadozik, csökken a felhőzet. Eső, szitálás egyaránt előfordulhat, a délkeleti szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 12 fok között alakul. A hétvégén, jövő hét elején folytatódik a változékony enyhe őszi idő, többször lesz felhős az ég, de emellett napos időszakokra is számíthatunk. Vasárnap este és hétfőn több helyen eshet az eső, majd kedden ismét inkább csak a Dunántúlon valószínű csapadék. A folytatásban csökken a csapadékhajlam, de éjszaka ismét többfelé képződhet köd, ami tartósabban is megmaradhat, emiatt kevesebb lesz a napsütés. A jövő héten pár fokkal csökken ugyan a nappali felmelegedés mértéke, de még így is enyhe marad az idő. Front ugyan nincs felettünk, de melegfronti hatások tapasztalhatók, többek között felfájás, teljesítőképesség csökkenés és vérnyomás változás jelentkezhet.